Köszöntöm Önöket, az Egészségmentén című magazin műsorunkat látják. Mai adásunkban folytatjuk előző heti témánkat, különféle fejfájások kiváltó okairól és kezeléséről beszélgetünk. Üdvözlöm a stúdióban ismét dr. Ilnicki Sándor neurológust, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszöntöm a kedves nézőket. Előző adásunkban ugyan migrénes fejfájásról beszéltünk részletesebben, vegyük sorra a többi kiváltó okot. Milyen esetekben és milyen orvoshoz forduljunk fejfájásos panaszokkal? Elsősorban a házi orvoshoz forduljunk, akitől legalább egy kérdés szintjén próbáljuk megtudni azt, hogy az mi konkrét fejfájásunkkal melyik irányba induljunk el. Tehát van olyan fejfájás, ami gyanús, hogy szemészeti eredetű vagy fülészeti eredetű, van olyan, ami inkább neurológiára, ideggyógyászatra tartozik, és akkor a házi orvos elirányít minket a megfelelő szakorvoshoz, bizonyos rendelésekre beutaló kell, például neurológiára, más rendeléseket anélkül is igénybe lehet venni, de ebben mindenképpen a házi orvos tanácsát vegyük figyelembe. És abban is mindenképpen, hogy ezzel mennyire várhatunk, vagy mennyire járjunk el sürgősséggel. Tehát vannak olyan esetek, amikor nem lehet megvárni azt, hogy majd előjegyzést kapunk, hanem azonnal kocsiba vagy mentőbe ülni, és a legközelebbi sürgősségi osztályra menni. Tehát ezt a házi orvos dönts el, vagy az ügyeletes orvos, attól függ. Milyen egészségügyi problémák tünetei lehet egy-egy fejfájás? Nagyon sok betegség van, ami önmagában is okozhat fejfájást, illetve különböző tüneti kombinációkban járhat fejfájással. Ezeket három felé osztanám. Tehát vannak elsődlegesen idegrendszeri betegségek, amik fejfájáshoz is vezetnek. Vannak olyan betegségek, amik mondjuk a fej különböző szervein helyezkednek el, és fejfájással is járhatnak, illetve általános testi szervi betegségek, amik úgy mellékesen vagy mellesleg sok más között is okozhatnak fejfájást. Az elsővel kezdeném, tehát milyen olyan idegrendszeri betegségek vannak, amiknek egyik jellemző vagy vezető tünete lett a fejfájás. Ugye ha valakit megkérdeznek, hogy mitől lehet fejfájása valakinek, vagy mitől fél a legjobban, akkor a daganatot fogja említeni az elsők között. Tehát az idegrendszeri daganatok, a koponyán belüli daganatok az első helyen állhatnak ilyen szempontban. Hál' Istennek gyakoriság szempontjából nem. Most ilyen esetekben ugye arról van szó, hogy a daganat az teret foglal a koponyába, nyomás növekedést okoz, és ennek megfelelő tünetei vannak a fejfájás mellett, ami mondjuk egy fokozódó hányinger, hányás, tudatzavar és mindenféle neurológiai tünetek, amire most nem tudnék kitérni. Aztán, hogyha valakinek a fejfájás mellett láza van, emellett hány, epilepsziás görcsei zajlanak, akkor sokkal inkább valamilyen gyulladásos idegrendszeri betegségre kell gondolni, például agyhártya, agyvelő gyulladásra. Ezeket nagyon komolyan kell venni, ezek természetesen nagyon sürgős ellátást igényelnek. Aztán, hogyha például valakinek egyik pillanatra a másikra valamilyen erőkifejtés közben, vagy attól függetlenül nagyon erős tarkótáji fejfájás, hangsúlyozom, ezt a tarkótáji fejfájást alakul ki, ezt úgyis elmondják néha, mintha hátulra fejbe verték volna őket. Utána ez a fejfájás csak fokozódik, nem akar javulni, hányinger, hányás, mindenféle egyéb tünet társul hozzá, vagy utána mondjuk elveszti a beteg az eszméletét, akár olyan súlyos az állapot, akkor valamiféle idegrendszeri vérzésre, elsősorban az agyhártyák közötti, vagy az agyburok alatti vérzésre kell gondolni, ami egy nagyon súlyos betegség, legjobb ellátás mellett is a betegeknek csak nem fele ebbe belehal. És itt az időfaktor az nagyon fontos, tehát itt tényleg minden perc, minden óra számíthat. Tehát ilyenkor nem szabad mérlegelni azt, hogy na most menjünk-e orvoshoz, nem azonnal, és nem valamikor majd elmegyünk, hanem azonnal. Aztán vannak olyan fejfájások, amik valamilyen fejen elhelyezkedő egyéb szervnek a betegségéhez társulnak. Például, ami relatíve gyakori, szemészeti betegségek. Ezek lehetnek banális dolgok, tehát például valakinek szemüveget kéne hordania, és hát hiúságból, vagy ki tudja miért ezt nem teszi, és erőlteti a szemét, úgy csinál, mintha látna, holott nem, ez nyilván megerőltető, szemizmokat nagyon megterheli, arra nem is beszélve, hogy hát a funkcióját sem látja el ilyenkor a szem, de ez a megerőltetett szemkörüli és szemizomzat, ez nagyon komoly fejfájást
tud okozni. Persze ez elsősorban a szem körül jelentkezik, nem akárhol. De ami nagyon fontos, és amire külön fölhívnám a figyelmet, az a zöld hályog, illetve a zöld hályogos roham, a glaukóma, ami úgy jelentkezhet, hogy a betegnek bevörösödik a szeme, rettentően fáj, általában egy oldali, de lehet két oldali is, és nagyon súlyos látásromlással is jár együtt. Tehát hangsúlyozom, hogy a szemfájdalom pirossággal, látásromlással, azzal sürgősségére kell menni, mert a glaukómás rohamba meg lehet vakulni. Tehát az nem majd okoz vakságot, mint a glaukóma enélkül, hanem ez akutan is látásvesztést okozhat, amit utána már nem lehet visszacsinálni. Tehát ez nagyon fontos. Tehát ilyenkor a zöld hályogot azt ki kell zárni, ha valakinek ilyen panasza van. Aztán, hogy egy másik társszakma, fülorgégészet, tehát nyilvánvaló, hogyha valakinek a fültájékon vagy a fül mögött van erős fájdalma, ráadásul mondjuk még hőemelkedése, láza is van, meg mondjuk a hallása is elromlott, olyan bedugulás érzés van a fülében, vagy tompa hallása, vagy zúg a fül erősen, ezzel együtt, akkor mindenképpen arra kell gondolni, hogy a középfülben lehet valamilyen gyulladás. Ezt nyilvánvalóan a fülorgégész tudja megállapítani és kezelni. Aztán egy nagyon fontos betegségről eltennék szót, ami ugye nem gyakori, de komoly következményei lehetnek. Ez egyfajta érgyulladás, ez a halántéki ütőérnek a gyulladása, ami elsősorban idősebb embereknél fordul elő, és azzal jár, hogy lokalizáltan, tehát helyileg itt a halántéki területen van egy elég makacs és tartós fájdalom, amihez általában hőemelkedés, akár láz, fogyás, gyengeség társul. Ennek az a veszélye, hogy ez szintén ráterjedhet a szemet ellátó ütőére, és akkor viszont vakságot okozhat, vagy akár agyi infarktus is társulhat hozzá. Tehát ezt úgy lehet diagnosztizálni, ha a beteg ilyen panaszt említ, hogy egy laborvizsgálatban nagyon magas süllyedés és nagyon magas gyulladásos értékek lesznek. Tehát ha ilyen panasza van a betegnek, és ráadásul ez az ér nagyon erősen kiduzzadt, kemény, tapintatú, akkor erre kell gondolni, és ezt nagyon gyorsan el kell kezdeni kezelni, mert mondom, ettől meg lehet vakulni. Ez csak néhány példa volt, hogy mi mindentől fájhat az ember feje. Hát nyilván egy arcüreggyulladástól, homloküreggyulladástól is fájhat, ami egy nagyon gyakori jelenség, de általános betegségek, aminek a fejhez úgymond semmi közük nincsen, egy influenza, egy valamilyen gyulladás a szervezetben, akár egy vesemedence gyulladás, ami egy általános ilyen nagyon-nagyon komoly gyulladásos reakcióval jár, ezek mind-mind társulhatnak fejfájással. Ilyenkor a fejfájás csak egy tünet. Felsorolt néhány konkrét területet, mégis van esetleg úgymond egy térkép a fejünkhöz, hogy mi is önmagunkat tudjuk diagnosztizálni, hogy vajon nekem most miért fáj a fejem, vagy ezt mindig bízzuk szakemberre? Hát én nem javasolnám, hogy magunkat diagnosztizáljuk, viszont ha ezt tesszük, akkor csak magunkat okolhatjuk, hogyha mondjuk késlekedés szenved a diagnózis és a kezelés, és emiatt valami maradandó bajunk lesz, tehát azért ezt jobb megkonzultálni. De ugye alapvetően azt lehet mondani, hogy ami a fejem belül van dolog, az általában nem lokalizált fejfájást okoz. Hangsúlyozom, általában. Tehát, hogyha valakinek attól fáj a fej, hogy a nyomás megnövekszik a fejben, akkor az egész fejet fogja érinteni. Általában a lokalizált fejfájások azok valamilyen fejen kívüli dolognak a következményei, mint ahogy mondtam. Aztán a nyaknak a betegségeire is gyakran ráfogják a fejfájást, ami ahhoz képest, ahányszor ezt megteszik, viszonylag ritkán van így, de előfordulhat olyan, hogy a nyaki izmok feszülése az ugye felsugárzik a fejre. De egyébként a migrénben is van szerepe az izmok feszülésének, meg az úgynevezett tenziós fejfájásban is, ahol az okozza a panaszt lényegében, hogy a fejen levő külső izmok feszülése az a hát tulajdonképpen egy ilyen húzó hatást gyakorol, és ez okozza tartósan a fejfájást. De alapvetően, mint mondtam, a fejen belüli betegségek jó részénél nem lehet a lokalizációból következtetni az okra, kivéve azt a bizonyos erős tarkótájú ütésszerű fejfájást, amikor ez nagyon, nagyon valószínű, hogy így van. Egyébként melyek azok a leggyakoribb vizsgálatok, amik kimutatják a valódi okokat? Nehéz lenne általánosságban mondani, de hogyha az lenne a kérdés, hogy melyik az a vizsgálat, ami egy idegrendszeri eredetű, tehát koponyán belüli betegség által kiváltott fejfájásban az első és legfontosabb diagnosztikus módszer, az a koponya MR vizsgálata lenne, az biztosítja a legnagyobb részletgazdagságú, legpontosabb
térképet az agyról, és a betegségeket legnagyobb eséllyel mutatja ki. A koponya CT sok mindenre jó, de nagyon sok mindenre már nem alkalmas, amire viszont az MR igen. Mielőtt orvoshoz fordulnánk, mennyi ideig elég csupán ezeket a vény nélkül kapható fájdalomcsillapító szereket használni, és ezek hosszú távon járhatnak-e káros mellékhatásokkal? Az első kérdés egy kicsit hosszabb a válasz. Konkrétan én azt mondanám így általánosságban, hogyha valaki nem volt fejfájós és fejfájós lesz, akkor mindenképpen járjon utána, hogy mitől. Ha valaki évek óta fejfájós és ugyanúgy fáj a feje és igazából ezzel úgy el van, akkor nem feltétlenül kell. Bármint erről már volt szó talán az előző adásban, hogy nem kötelező szenvedni például migrénnel, mert vannak rá nagyon jó gyógyszerek és ezt nagyon sokan nem tudják és emiatt nem is jutnak hozzá. Tehát legalább az esélyt meg lehet neki adni, hogy hát ha találnak rá valamilyen kezelést. A megváltozott fejfájás ugyanilyen indok. Tehát ha valakinek mondjuk 20 éve migrénes, mindig havonta kétszer jön a rohama, de most mit tudom én, 2-3 hete úgy szinte folyamatosan fáj a feje, és mindenféle egyéb panasza is van hozzá, állandóan aludna, meg hőemelkedés, akkor ennek utána kell járni. Tehát a megváltozott fejfájás, az új keletű fejfájás, és a hirtelen kezdetű, nagyon erős fejfájás, ezek mindenképpen utánajárást indokolnak. És ilyenkor nem szabad mérlegelni. Ezek szabályok, amiket mi is komolyan veszünk, tehát ha valaki ilyennel keres föl minket, akkor független attól, hogy ő szeretné-e, hogy utána járjunk, mi ezt javasoljuk. A második része a kérdésnek arra vonatkozott, hogy a tartós, folyamatos gyógyszertezésnek lehet-e káros hatása, erre egyértelmű igennel kell válaszolnom, de természetesen ez egyénfüggő. Azt nem lehet mondani, hogy mindenkinek lesz tőle baja, ki hogy bírja. Ezeknek a gyógyszereknek általában a vény nélkül kapható fájdalomcsillapítók jó részének van egy ilyen közös mellékhatás, hogy a gyomrot azt eléggé ki tudják készíteni. Főleg olyan embereknek, akiknek egyébként is vannak gyomor problémáik, vagy van erre hajlamuk, sok a savuk, stb. Ilyenkor ezeket a panaszokat ronthatják, akár gyomorfekét, gyomorvérzést is tudnak okozni, és például amennyire tudom, Egyesült Államokban ez egy nagyon komoly probléma, hogy rengeteg ember amiatt kerül kórházba, vagy ezeket a szereket gátlástalanul szedik, vagy hát saját belátásuk szerint szedik, és emiatt mondjuk gyomorvérzést kapnak, gyomorfekét kapnak. Tehát ez az egyik. Ezen kívül vannak olyan gyógyszerek, amik a vérképző szervekre lehetnek rossz hatással. Tehát hosszú távon sosem jó, hogyha valaki ilyen gyógyszereket szed. Reméljük, hogy akkor most sokaknak felkeltettük a figyelmét ez ügyben. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és két adáson keresztül is megosztotta velünk ezeket a fontos információkat. Remélem, hogy ezzel segíthettünk a betegeknek. Köszönöm a lehetőséget. Önöknek pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, jövő héten újabb témával jelentkezünk, addig is vigyázzanak egészségükre, viszontlátásra!